Kedden egy régóta várt eseményre került sor Kecskeméten, ugyanis a régi uszoda helyén átadták a Mercedes-Benz Sportakadémiát, mely mintegy 791 millió forintos beruházás eredményeként jött létre TAO támogatásból, illetve önkormányzati forrásból. Az ünnepélyes ceremóniát követően Ivkovicsné Béres Tímeát, a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia vezetőjét, illetve Kecskemét város polgármesterét, Szemereiné Pataki Klaudiát szólítottuk meg. Hosszú volt az idáig vezető út, most rengeteg boldog arcot látunk itt. Neked ez a mögöttetek hagyott közel 3 éve, hogy ugye néztük, ez milyen volt, hogy tett? Hát nagyon sok munka volt benne, de nagyon nagy öröm, hogy elkészült, és tényleg olyan lett, amilyennek megálmodtuk, és a gyerekek nagyon szeretik. Picit hozzá tudtunk segíteni a magyar felnőtt válogatottnak is az Európa-bajnoki szereplésre való felkészülésbe. Helyet tudunk adni majd a vívóknak, a röplabdázóknak, úgyhogy ez nagy öröm, hogy a Kecskemét sportjának tudtunk segíteni ezzel az épülettel. Mennyire lehetett látni a gyerekeken, hogy várják már ezt a 29-et? Hát ők nagyon várták, hogy teljesen kész legyen, de azért már próbálgatták, próbaüzemben használták, nagyon szeretik, itt vannak együtt tudnak dolgozni a szakemberek, a gyerekek látják egymás fejlődését, úgyhogy ez tényleg egy igazi közösség épül itt. Mit jelent majd szerinted a jövőben ez a komplexum a városnak? A sport fejlődését mindenképpen, mivel minden multifunkcionális, minden sportágnak helyet ad, a gyerekek itt tényleg egy igazi sportközösség épülhet ki, és mi ebben reménykedünk, és ezért fogunk tovább dolgozni. Most itt van ugye az átadó, tekintsünk egy kicsit előre, mikor láthatjuk itt majd az első komoly mérkőzéseket? Mérkőzések már ma is lesznek, hiszen egyrészt itt most játszik a gyerekekkel a válogatott, ami azt hiszem egy életre szóló élmény lehet a gyerekeknek. Másrészt pedig egy korosztályos tornákat rendezünk a PVSK, a Pécsi Vasutas Sportkör szereplésével, és itt van velünk a Partizán Belgrád csapata is, aki junior fiainkkal fog megmérkőzni, úgyhogy igazán felavatjuk ma ezt a csarnokot. Önnek személy szerint mit jelent ez, hogy átadták ezt a létesítményt? Hát nagyon örülök neki, hogy a város sport közönsége, látjuk azt a több száz szülőt is és sportolót is, hogy itt együtt ünnepelhetünk. Ez az igazi visszacsatolása annak, hogy igenis fontos volt ez az épület mindenki számára, és nagyon jó funkciót találtunk az újjászületéséhez. Örülök neki és gratulálok mindenkinek, aki ebben segített. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt az idáig vezető út. Nehéz, rögös vagy könnyen ment gyakorlatilag? Hát azért egy nagyon erőltetett 4 év áll mögöttünk, ugye a finanszírozáshoz szükséges forrást is meg kellett szereznünk, meggyőznünk a vállalkozásokat, hogy érdemes ide helyben befektetni a megtermelt eredményüket. Úgyhogy én látom, hogy, és nem beszélve a műemléképület jellegéről, ami a kötöttségét jelentette, hiszen nagyon sok korlátozó tényező volt, amit eredeti állapotában meg kellett hagyni, de kreatív megoldások születtek, az építészeink nagyon sokat dolgoztak rajta, és látjuk a végeredményt szép lett. Nagyon sok boldog arcot lehet itt látni, nagyon sokan kíváncsiak voltak erre az átadóra. Hasonló élményt esetleg sportberuházás terén mikor élhet át újra a Kecskemét közönsége? Igen, hát a beruházások nem állnak le, így a mögöttünk lévő sportcentrum folyamatosan meg fog újulni. Bízom benne, hogy a focisták területén is sikerül egy ilyen összefogást elindítanunk, és a stadion felújítási programba bele tudunk kezdeni a hozzá kapcsolódó létesítményekkel, hiszen a Foci Akadémia is napról napra erősebb, bővül, és remélem, hogy a gazdasági kör is támogatói szinten lát benne fantáziát. Ez egy jó példa, ezt a mintát kell követni, és hát az atlétika centrum az, ami a napokban befejeződik a tárgyalás, és bízom benne, hogy el tudjuk kezdeni az építését.